Azt hisztok, én Zsolti vagyok, és ez itt a Zsolti Gaming, és már kezdünk egy American Truck Simulator sorozatot. Na itt is vagyok, srácok. Beállítottam mindent, hogy fasz legyen, kamerábeállításokat meg ilyenek. Jó is lesz, annyit még állítok, hogy egykel is van. Azt hiszem az F5-tel tudom, ugye? Igen, én ezt szeretem, hogyha... Jó, nála jó vagyok. Kontrollerrel játszok egyébként, ha valakit érdekel. Na, mi van veled? Azért már megijedtem, hogy... Sajnos még egyelőre nincsen kormányom, majd mindenféleképpen akarok magamnak venni egyet. Logitech-et, akik jók nagyon. Ez egy elég jó szimulátor egyébként. A végső terv nekem az, hogy már előre célnak azt akarom kitűzni, hogy addig biztos, hogy én akarom ezt szeretnék játszani, hogyha megéri, hogy ne hitelből legyen kamionunk, legalább egy kamionunk. Aztán lehet, hogy ez közben változik, hogy arra van megyünk, hogy ne egy kamionunk legyen, hanem legyen például két kamionunk, és akkor az egyiket már nem vízbe vezetjük meg ilyenek, de majd kiderül. Jaj, igen, túl mentünk egy kicsit. Tempomatot elfelejtettem megnézni, ez mivel lövöm be. Azt hiszem a V-vel. A C-vel lehetett? Akkor igen, a C-vel tudom a... belőni a billentyűzetet, megnyomtam így a C-t. Akkor igen, a C az alapértelmezett. Jaj, jó, nem nyúltam bele. Hú, de lassú ez. Mi a halál? De nekünk is ebbe a sávba kell maradnunk, mert menjünk le balra, szóval... Miként majd el szeretnék kezdeni egy Eurotruckot is, csak azt a magyar móddal. Kíváncsi vagyok, hogy milyen. Egyszer-kétszer játszottam egy régebben, nagyon régen vele. Vicces egyébként, annyi biztos, de valószínűleg az ott az egy jóval jobb le van meg lehet csinálva, de majd kiderül. Majd ott is például Olaszország mód, most már de nem mód, hanem Olaszországnak jött azt hiszem ki egy külön DLC-je. De az sincs meg sajnos, de biztos jó nagyon. Egyébként régen, amikor én nagyon régen játszottam még... Ups, nem tudtam megállni. Majd közben véletlen tudtam, benyomtam a kurzort. De olyan nem lett baja. Ja, hogy ezzel állítom. Jó. Én nem tudom pontosan, mik van, hogy vannak beállítva a dolgok. Kontrollerre. Már rég játszottam vele nagyon. Szóval igen, amivel hogy tartottam, hogy... Ugye biztos jó lehet. De nem, azt akartam mondani, hogy... hogy én játszottam az American Truck-kel régebben, és akkor még volt rá egy olyan mód, hogy egész Amerikát bele tudtad rakni, sőt, még Kanadát is. És az egy elég jó dolog volt, és így több szóval, így például felutaztam, volt egy olyan nagy fuvarom, valami nem is tudom hány, 72 óra volt, vagy még több. Volt a teljes út, mert magánjátékon belül órában mondom, ilyen 72 óra volt, de nem akarok hülyeséget mondani. És azt hiszem San Franciscóból mentem fel Chicagóba, talán. Michiganben? Már nem is tudom, valahol oda nagyon, az a Chicago környékére, de ugye én nagyon szeretem Chicagót. Nagy vágyam egyébként oda egyszer kimenni. Megnézni egy Chicago Bears, jó, kicsit túlmentünk, egy Chicago Bears meccset, mert nagyon szeretem az amerikai focit.
belőttük megint, remélem most be is állítja. Milyen hosszú ez az első fuvar, ennél rövidebb szokott lenni az első fuvar, nem? Nekem olyan hosszúnak tűnik most, de ez ott rövidebb szokott lenni a próba, mint az első ilyen fuvar. Jó, most újra nyomok egy kis gázt. Védni. Mehetünk is le. Megijedtem, hogy nem tudunk megállni. Talán nagyon imádom Chicagót, és nagy vágyom tényleg kimenni, de szóval... Nagyon remélem, hogy egyszer kijutok azért. Meg egy Chicago Bills meccset megnézzetek. Egyszer élőbe. Nagyon gyönyörű város szerintem. Oaklandre rátaláltunk, srácok. Balra. Egyébként tervezek tényleg ilyen, szóval ezek a szimulátorokat nagyon szeretem. De a farmingot is tervezek. Farming szimulátort. 2019-et, akkor tényleg... Akkor még Eurotrackot tervezek, még nem is tudom még mik vannak. Ops, pótkocsi megsérült, túl kint voltunk. Itt elég szűkös. Most gondolkozok, mivel sem tudom most így hirtelen milyen szimulátorok vannak, amiket érdemes lehetne nyomni. Pedig nagyon szeretem őket, elég jók vannak. Egyébként, ami most nagyon megtetszett játék, akkor nem akarok ilyesmi van egy szimulátorá, de egyébként egy elég fasz a game. Most nem jut eszembe pontosan a neve. Na, nem vagyok egy profi parkoló, de én maradok ennél. Ez így, ez egy kontrollerrel elég nehéz. De legyen ez az egyszerűsített parkolás. Új. A KD csapat játszik egyébként az a játékkal, ide ki fogom írni, hogy mi ki fogom írni, vagy lehet ide is, majd mi az. De most nem jut eszembe a neve, ez nagyon tetszik. Induljunk is akkor. És ezt minden alkalommal be kell állítanom újra. Mindig soha nem azt találom meg. Már nem ez az. Igen, ezt most ezt miért nem menti el? És kamionnál be kell állítanom. Itt vagyok közben, beállítottam ennél is. És nem tudom, ez az összes kamionnál úgy... Hát szerintem az Eurotrack-nál egyszer beállítod és el van mentve. Most nem tudom, hogy az összes kamionnál külön be kell állítani, vagy... Vagy szimplán az összes fuvarnál, szóval tök mindig milyen kamionod. Vinni. Új üzenetünk érkezett. Itt most nem tudom... Megint rossz gomb. Menjünk balra, most nem érdekel az üzenet. Menjünk szépen balra, majd... Jönni. Ez annyira nem izgat minket, most várunk. Akkor addig... De miért mindig ezt a... Itt meg azt írja, nincsenek új üzenetet, hát beszarok. Menjünk így, ez nem érdekel semmit. Tényleg, ha valakinek lenne egyébként valamilyen szimulátorhoz kedve, az nyugodtan írja meg, hogy melyik lenne az.
utána nézek, hogy tetszik-e. Ha tetszik, akkor valószínűleg lenne belőle videó egyébként. Sok van, ami tetszik, amit így tudok, például a streamer live, de azok olyanok, amit szerintem a KDD az bőven kimaxolt, szóval... Sok értelme nincs. Meg nem is akarok nagyon olyat, amit a KDD-ek csinálnak, de az például kimondottan tetszik az a játék, ami elmondtam, hogy majd leírom a nevét, és ide is ide írtam valószínűleg. Tényleg sok olyan szimulátor van, amivel valószínűleg játszik. Szóval írjátok meg kommentbe, ha van olyan játék kimondottan, amit szeretnétek szimulátorban, és nem muszáj szimulátornak lenni egyébként, hogy bármilyen játékhoz, amit szeretnétek. Farmingot tervezek egyébként, meg az Euro Truckot mostam, amit mostanság tervezek, egy szimulátort. 3 óra 40 perc az út még. Nem annyira sok egyébként. 169 mérföld van még vissza. Jó, kicsit vissza. Ne ennyire beállítom, most 52-re beállítom a tempomatot, az jó lesz. Egyébként szerintem ez egy tök chill-es játék egyébként, tök faszal, ebben a szempontból szeretem a Minecraftot is, hogy én... Az tök szeretem, hogy például egy-két haverra játszok Minecraftot, és tök chill, hogy beszélgetsz, hogy tök simán, szóval nem nincs az például, mint egy... Most tudom, egy hát a Grounded-ből is simán lehet, de... És nem is tudom, mint egy Jago, most csak most mondok egy példát, hogy akkor, amivel csak úgy beszélgetsz. Hanem elközben, hogy tökre így mész, beszélgetsz, ez egy tök jó például egy ilyen streameléshez, például ez egy nagyon frankó game. De ugye Unblock is egy nagyon jó game, hogyha szeretsz zenét hallgatni, és akkor zene mellett így vezetsz, úgymond, szóval... Tudom, hogy igazából csak egy játék, de remélem értitek, mire akarok kiukadni. És kicsit lassítunk. Inni. Túlságosan is belassítottunk. Túl rosszkor. Jó, nem fulladt le a kamion. Inni. És ezzel szerintem, én először egyébként az Euro Truckkel játszottam, és utána nem is tudom, hogy ismertem már meg. Onnan tudtam meg, hogy van American Truck Simulator is. És nem bánom meg. Amúgy nekem jobban tetszik abban a szempontban az American Truck, hogy én nagy amerikai fan vagyok. De szerintem nagyon sok fiatal ezzel így van. De egyébként azért én Britanniában is kint jönnék elég szívesen. Na, mehetünk végre többen, szóval azért Angliában is tök szívesen elélnék. Kár, hogy az angol tudás az nem nagyon... megy, szóval nem nagyon van nagy angol tudásom sajnos, pedig nagyon imádom az angol nyelvet, de a sorozatot mindent úgy nézek. Nem tudom, hogy mondtam-e, de szerintem a következő részre be fogom rakni ezt a licenszelt módot, ha nincsen bent. De régen bent volt, de szerintem ma, amint új verzió jön ki, azt újra le kell tölteni. Nem vagyok benne biztos, majd kiderül, hogy úgy vár, hogy például Hollywood feliratot úgy látod, hogy Hollywood, és nem is tudom, pontosan úgy látod a eleve a játékban, valahogy teljesen más van kiírva, de majd kiderül. Közben srácok, vissza felmegyünk a pályára, úgy látom. Megint lehet majd menni. Egyébként tök fasz a módok vannak ehhez a játékhoz, és lehet, hogy a következő részhez már fogok is letölteni. Például, hogy jobb autók legyenek, például ilyen Mustang, meg ilyenek legyenek benne. Amitől még jobban azt érzed, hogy Amerikában vagy. És az aztán egy tök király dolog. Meg egy csomó ilyen, nagyon sok mód kijött ehhez a játékhoz is, és az Euro Truckhoz is. De ezek a szimulátorokhoz eleve sok mód szokott kijönni. Na, közben le is jövünk a pályáról, úgy látom. Igen. Viszont itt egy kis féket azért nyomok. Nem kell nyomni indexet, mert itt... Értem.
6 mérföld van már csak hátra. Hát akkor nem kell tankolni. Most már minél bent is vagyunk. Egyébként egész jó volt az út. Főképp jöttünk pályán, lejöttünk a pályáról azt hiszem. Utána jöttünk egy olyan úthoz, ami egyébként jobb volt szerintem, mint a pálya. Konkrétan. És akkor utána megint pályán voltunk. Ez egy kimondottan egy jó út volt, szerintem egy könnyű út volt. Menjünk is. Kell egy jobbos majd. És rátaláltál Fresno városára, srácok. Rátaláltunk Fresno városára. Egyébként érdekes, hogy más városra nem találtunk rá között. Látjátok, azt hiszem ez a Valber, ez nem ehhez lenne az eredeti név. Vagy ez lenne? Nem tudom. Az tényleg nem tudom, mert régen lent volt. És nem tudom, hogy azóta töröltem egyáltalán a... kétszer. Az elsőt azt meg se tudnánk. Jó, ezt megcsináljuk, de a másikat azt meg se tudtuk volna csinálni. Mert lehet, hogy meg tudtuk volna csinálni, de nem is engedélyeztek játék, mert túl analfabétáknak tanít kell. Talál kb. Minket a játék, és akkor kell egy Y. Én fel is kapcsolják. Szép. Az volt nagy tavas, hogy szállítmányokat. Én szeretem a nagy fuvarokat, szóval a hosszú fuvarokat, én azokat jobban szeretem, nem tudom miért. De szerintem legyen ez. És akkor következőnek megrakunk az értékes fuvarra például. Nézzük meg az e-maileket, szerintem biztos az eddig az hitel. Mondottam, kamionkereskedő. Nem kell kamionkereskedő, mert nem veszünk még egyelő kamiont. Jó, és akkor fuvarok. Nyomjunk le még egy gyors fuvart, én azt mondom. Ez legyen ez, szerintem. Igen. Legyen ez. De kicsit hosszabb fuvar lesz elvileg, de úgy látom, hogy kb. Pont ugyanoda menjünk. Igen, kicsit... San Francisco-ba jöttünk, ugye? Igen, San Francisco, és akkor mi San Rafael. Bemegyünk vissza, az egy így... Felfele, szóval észak... Észak fele van inkább. Szóval, mehetünk is. Egy balos kell majd kiraknunk szépen. Ezt kimondottan tetszik ez a kamion. Meg kellett volna állnunk, de mindegy. Jövünk, mint egy állat. Kisrakom a balra a jelzőt. Ami jobbra. Jó van. Ezt a 30 tábla egyébként az egyik legrosszabb szerintem. Jó, megoldjuk. Azt jól lekanyarodtam. De fel lehet innen is menni, de remélem, hogy nem hosszabbítottunk rajta, szóval nem lesz nagyon jóval hosszabb fuvar, majd kiderül. Majd legyen más zöld lámpa. Jó, mehetünk is. Jó. Na, végre pályán. De egyébként igen, 55 mérföld per óra itt is. Mennyivel tudunk menni? Bőven elég. Meg 30 mérföld per óra, nem minden jobb. Óra, 8 perc, 144 mérföld, körülbelül most kell még annyit mennünk, mint az előző
előző fuvarunk volt, azt hiszem, mert az volt 140 mérföld, de nem akarok hülyeséget mondani. De azt hiszem, hogy egyszer így még az elején, amikor mondtam, akkor 139 mérföldet mondtam, de talán. Mondom, majd a következő részre egyébként majd a rádióban, hogy valami mégis szóljon. Hát így halkan, így berakok majd a mappába. Játék mappájából azt hiszem a zenét is így be lehet rakni, és akkor berakok egy ilyen no copyright mixet, vagy valami. Azt tudja, bár YouTube úgy se tiltja le, és akkor azt közben tudjuk hallgatni, és úgy egy kicsit még jobb, szerintem. Az igaz egyébként az, amikor countryt hallgatsz, az a legjobb, amikor utazol, nyomod rendesen a kamionba, mész, és akkor közben így hallgatod a jó kis country zenéket. Valaki így akar otthon játszani, és így nincsen baj a country zené, vagy kimondottan szereti, annak nagyon ajánlom egyébként, nagyon nagy fán. Amikor úgy mész, és akkor a country zenét hallgatod, és akkor így tényleg az amerikai stílusú utcákon mész tényleg, és így az nagyon jó szerintem. Én legalábbis nagyon szoktam élvezni, általában azt szoktam hallgatni a játékba, meg így egyébként amúgy is nagyon szeretem a country zenéket. Nagyon jók. A rock and roll-ak is, inkább csak Elvis. Countryban meg Johnny. Ups, belementünk egy gyors hajtásba. Itt le kellett volna lassítani. Mindegy, mennyi volt, nem látta. Ó, Razeren Stockton. Stockton. Nem akarom, remélem nem ejtettem ki hülyén. Nem tudom mennyit vett le egyébként, mennyi volt a büntetés. Ilyen 500 volt talán. 450, valami ilyesmi volt szerintem. Mindegy, hát ebben most kicsit belefutottunk. Annyira belemerültem a... Subaru volt, ugye? Lehet, hogy benne van az a kocsis cucc, amit előbb mondtam. Az a mód, ez egy elég király mód tényleg. Nem, az benne... Hollywood, amit biztosan tudok, hogy azt írja át, azon kívül nem tudom pontosan, hogy mik vannak az eredeti játékban, és mi az, amit átír. Én tök jó, mert ilyen külön fuvarokat lehet. Western Star kamionkereskedőt találtunk, srácok. Szóval... Nem tudom most közben mit akartam mondani. De elég lesz a tank. Benyomjuk a tempomatot. De nem megyünk túl. Egyébként tempomattal jöttem, az volt a probléma. Elfelejtettem kikapcsolni. És már megint 55-t emeltünk, hála a jó égnek. Ja, hogy nagyon sok mód van, és tök jó, mert én például sokáig lehetett jönni 55-re. Szóval van ilyen Optimus főhezérnek a kamionját be lehet rakni. Mi ahogy elég király. Azt lehet, hogy következő részre berakom. Vezetőt így sosem fogadhatsz fel. Ja, igen. Ja, majd már előbb mondtam. Vagyis a videó elején. Ha mondtam, és nem csak akartam. Hogy az a terv, hogy kis... vagyis fő terv az, hogy legyen saját kamionunk is, nem hitelből. És később lehet, hogyha még lesz kedvem tovább játszani vele azután is, hogy megvan a kamion, akkor, hogy legyen saját embereink, és nekik is ugye egy kamiont kell vennünk, akkor ugye az ilyen helyeken tudunk embert felfogadni, és most nézem, 55-tel lehet menni, hál' a jó égnek. Ezt a kanyart nem bánom, hogy nem 55-tel vesszük be. Igen, ez szép üntetés volt megint. Na, ezzel elfelejtettem felkapcsolni a lámpát. De így is még jól keresünk. Úgy. Majd
kezdenek rájönni, hogy nagyon hamar kirakom fölösen én az indexet, és nem tudom miért. De még mindig jobb, hogyha használom az indexet, mint hogyha nem. Azt hittem, hogy a rohadék rögtön befordul, vagy valami. De nem. Leállnom. Civatsz? Be kéne oda találnom. Ezt most én nem vállalom inkább be. Ezt így most inkább nem vállaltam be. Mire rakjunk? Azt mondtam ugye, hogy az értékes rakományokra fogunk. Most be is aktiválok, és én már el is búcsúzok, szóval a következő videóban találkozunk, ha tetszett a videó, lájkoljátok, és iratkozzatok fel, és a következő videóban találkozunk, sziasztok!